Újabb sittes arcok lettek meghívva kedvenc zabálós műsoromba, úgyhogy muszáj nézni. Eszünk, iszunk, dumálunk. Az összes hagyjuk Péterrel, be elment az Aurelio, hogy gyorsan kisajtolják belőle a nézettséget, mielőtt még lecsukják. Aurelio, a börtönbe vonulás előtti utolsó interjú. Erről az emberről annyit tudok összesen, hogy egyszer a való világban valamikor nagyon régen helikopterezett a pömpölőjével. Azért, mert én egy külföldi ember vagyok, aki idejött és megpörgette a legnemesebb szervét 7 évvel ezelőtt a tévében. Az ifjú titán Don Hajdú színe elé járul. Indulok a Hajdúhoz, mert Don Hajdú meghívott magához. Na induljunk, mert vár a Don Hajdú. Don Hajdúhoz megyek. Megjöttem Don Hajdúhoz, karrierem csúcspontja, gyerekek. Tehát nem hiába ülök itt, gondolom, hogy szürke egeret, nem hiszem, hogy Don Hajdú szívesen lát a villájába. Aurelio a Hagyjuk Péterben a mafiózó keresztapát látja, amitől bekapcsolnak a nyalásért felelős reflexei. A legnagyobb tisztelettel, neked még a szemüveget is leveszem. Szembenézzünk. Don Hajdú. Komolyan mondom. Jól megy az üzlet. Voltam pár beköltöző műsorban, de ekkora formával még azért nem raktak össze. Látod? Azért nem szívesen párbajoztam volna veled soha. Valaki mondja már meg ennek az embernek, hogy ez már nem a való világ, hanem a való világ. Te milyen pali vagy, hogy neked ilyen épületeid vannak, ha? Ez ügyegő lakás. Általában minden embernek van. Tényleg elhiszi, hogy itt lakik? Na jó, de hát neked gondolom nem ez az egy van. Tudva levő, hogy minden műsorvezető a saját stúdiójában lakik. Én is itt csücsülök egész nap a lapos tévé előtt. Komolyan, én is kapok ajándékot? Ez az, bémeg! Még ajándékot is kapok! Tényleg gyép is vagy? Samantha Fox. Samantha Fox? Nem emléksz? Értenem, de más korosztály. Hát, de ki az a Samantha Fox? Egy kereséssel később. Valami retro 80-as évekbeli csaj, de akkor már inkább a mostani fotóját kellett volna rátenni a képre, azt vigye magával a börtönbe. És itt van a Live TV Siri-je és Alexája, Don Dóra a felfedező. Itt van Dóra. Dóra? Dóra. Mindjárt köszönni fog neked. Ja, tudom, aha. Szia, Aurelio. Köszöntelek Péternél. Nem lehetne inkább a Dórával összeköltözni? Azt adnám. Vagy inkább a Tatjánával költöznék össze. Mi Tatjana? Bocs a megszólítás, egy Don Hajdú Péter. Don Petya a vendégeket terüly-terüly asztalkámmal várja. A Párizsit szeretem. Új, de imádom a Párizsit is! Persze, hogy szeretem a Párizsit. Tudod, sem a vésztit? Na. Mikróban. Nem tudtam, hogy lehet ezt még fokozni. De sikerült tüberelni a mikrózott virslivel. Azt a mindenit, a Hajdú Péterrel virslit eszem, azt a mindenit. A világ legnagyobb, leggusztustalanabb párizsiát pakolják ki az asztalra. Az a kilós párizsi kiemelt szerepet kaphatott a műsorban, hogy végig azt nézhetjük. Meg fogja enni? Baromi jó! Megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy van bennünk valami közös, de én is a mikróba szoktam lakni. Tényleg? Az jó lett, mikróba. Na és roppant, hallottam. Hú, de régettem ingyen valamit. Nincs is jobb az ingyen kajánál! Nem eladó a genetikád? Vagy csúszóra? A párizsitól és a mikrózott virslitől van ilyen jó genetikája. Don Hajdú. Na, hogy... De hogy jó nézel ki, mit kell, mennyi pénzt kell ezért keresni? Mit kérszünk? Ezt a tökéletes genetikát, ezt kitől örökölted? Kérlek, meséld el nekem, hogy egyszer én is eljuthassak erre a szintre. Én is Hagyjuk Péter leessek, és ilyen drága villába lakhassak. És milyen érzés Hajdú, Don Hajdú Péternek lenni? Ha? De most komolyan kérdezem. Figyelj, én szeretek Hajdú Péter lenni. Azt el is hiszem, bémeg. Nyolc betűvig! És bármit mond a Hagyjuk Péter, az az Aurelionak élete legnagyobb poénja. Soha nem volt ilyen tiszta. Mindez az... Nagy vagyok, figyeljük, még ezt is lehetettem. Soba kerül a plastikázás. Mikróban. Tudtad számolni? Itt erős poénok vannak, azért ennyire jókra nem számítottam. Szegény kikopott tévés arcoknak mindig barna a nyelve a képernyőidőért. Ilyen menő palival tévézgetni mi? Komoly páros vagyunk, lehet lesz egyszer egy közös műsorunk, lehet. Ha akarod, nem? Nem lennék a szán segéded? Ugye milyen jók vagyunk együtt, főnök, ugye? Don főnök. Ez az első eset, hogy segítségért fordulsz hozzám. Volt, hogy nekünk saját szakácsunk, sofőrünk, meg mindenünk megvolt, ami egy embernek elképzelhető kétszer. A nagyotmondás műsorában Petya egyből fel is teszi neki a legfontosabb kérdést. Hány nővel voltál eddig? Első kérdés, hányukat tömtél meg? Mondj egy számot. Figyelj, megmondom őszintén, mert nincs ezen semmit szégyelni, 519 darabban. 519 darabbal volt együtt. Nem nővel, darabbal. Figyelj, annyit tudok mondani, hogy abból nem sokan értek a végére. 519 darab lyukba tömkötte bele a pömpölőjét az Aurelio. 519. Tévés celebek között valami verseny lehet, hogy ki tud nagyobb számot mondani. Hány lányal volt együtt a párod? Ilyen 400-as számot adott meg nekünk a Peti.
Ott egy Peti 4500, igen, Aurelio 519, ki ajánl nagyobbat, ki mond nagyobbat, először, másodszor, kellene kalapáncs. 519 darabba. 519? Where? I can't see. Na de az a kérdés, hogy köztük volt-e a Samantha Fox? Vagy esetleg a Pamela Anderson benne volt-e az 519 darabban? És az még a kérdés, hogy a következő 3 évben meg lesz-e az 520-adik? De ezt sehol nem mondtam még el. De ezt tényleg nem visz, Péter. Klitoris függő vagyok. Köszönjük az exkluzív információt. Csak itt, csak most, csak nekünk. Klitoris függő vagyok. De hogyha tényleg klitoris függő lenne, akkor mind az 519 darab a végére ért volna. Nem sokan értek a végére. Hogy lehet valaki klitoris függő, hogyha azt se tudja, hogy hol van a G-pont? Nagy G-pont. Na gyere, tettyám, megyünk egy roppanós mikrós virslit. Összefolynak az ízek a számban. A kulináris gasztronómia csúcsa. Petyám, ezt csak a kedvedére szem. Na és roppant hallottam. Nagyon remélem, hogy egyszer nekünk is lesz közös műsorunk. És arról fog szólni, hogy ezzük a párizsit, meg a roppanós mikrós virsliket. Múltkor megcsináltottam a mellemet, azóta nem érzem a bal bambimbomat. Ó, de kemény. Ja, és amúgy ezt is, hogy neked mondom el, csak itt és csak most, mert ezt most sehol náshol nem mondtam el. Én képernyő függő vagyok. Ezért ülök mindig a lapos tévé előtt. Jézusom. Veled a legjobb kajázgatni, bátyám. Ilyen menő palival tévézgetni, mi? A Dórát is hívjuk már le ide. Dórikám, gyere már le, kérsz te is virslit. Ne éhezzem már a Dóra. Dóra a felfedező. Legközelebb is jövök. Nem csak egy napra fogok beköltözni. Legalább egy hétre ide jövök. Én magamat is tetováltatom ám. Ne csináljatok magatoknak tetoválást. Inkább gyűrűket tegyetek az ujjatokra, vagy nyakláncot, vagy karkötőt tegyetek a karotokra, és azzal is szépek vagytok. Hogy megvizsgálják, hogy mennyi a valós százalék a 40 grammnak. Mégkor azt is nézi. 26 gram volt a valós. Hogyha az 30 valósan 40 gram lett volna, mennyi értelem. Akkor vége. Akkor azonnal ülni kell. Az volt a szerencséje eddig, hogy sütőport szivogatott. Azért nem csukták le. Mikor megnyertem a VV-t 2014 május után, hogy ugye megnyertem a VV-t, voltam a dzsungelben, műsorvezető voltam, és volt egy olyan hónap, amikor érkezett ilyen 4.2 a számlámba. Azt hittem, ennyi műsor után mond legalább valami 40-50 milliót. 4 millióval kiszúrták a szemét, amit egy hét alatt elszórt sütőporra. A sütőpor kémiai neve nátriumhidrogénkarbonát. Nagyon sok sütit süthetett otthon. Gondoltad, egy hét múlva mennyi volt rajta? Mennyi? Nulla. Hagyjuk Péter az egyetlen, aki ezekkel a jelentéktelen pitis rittes arcokkal leül beszélgetni. A David Attenborough-t tessék elhívni ebbe a műsorba. Azt mondja el, hogy miért szép a föld. Nem spóroltam semmit. Jézusom. Nem csodálom, hogy még a Petya is leszarja ezeket a vendégeket. Egyetlen őszinte érdeklődése, amikor drága órákról van szó. Komoly az óra, ott is. Aha, azt 4,5 millióért adtam el. Nem mondod. Akkor nem kellett volna elvállalni a műsorokat. Elég lett volna eladni az órát, azt még több pénzt is keresett vele. Ma apám imádta a prostikat, meg a krekket. Hogy be volt krekkezve, úgy csinálta fel anyámat, meg túl nem voltam tervbe. Még ajándékot is kapok! És azt a kreatív játékot sikerült kitalálni, hogy távirányítóban rakosgassák az elemeket. Ki tud gyorsabban betenni egy távirányítóba két elemet? Mert... Te ezt majd gyakoroltad, rohagy meg. Egy nagyon jó milliárdos barátommal játsszuk otthon a távirányító szétszerelését. Ebben már profi vagyok, 15 másodperc a rekordom. Itt erős poénok vannak azért. Következő olimpiai szám következik. A kukába dobálás. Marco Reus! Nem spóroltam semmit. A live tévéseknek inspirálódniuk kellett volna Mónikáéktól, hogy milyen kreatív játékokat lehet játszani otthon. Tessék, na igen! Na, így kell csinálni, látod? Most mi lesz itt még? Ő is 100 millióval fog flexelni? És megpörgette a legnemesebb szervét 7 évvel ezelőtt a tévébe, és a semmiből keresett 100 milliót, most ez bűn. 100 millió? Ami biztos. Én vagyok a Cyber Józsi.